Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a racionális számok szorzásáról tanulunk. Aktuális leckingben az asszociatív tulajdonság alkalmazását gyakoroljuk. Mit is jelent az asszociatív tulajdonság? Ezt másképpen felcserélhetőségnek nevezzük. Több tényező esetében, ha összeszorozzuk őket, nyugodtan felcserélhetjük a tényezők sorrendjét, a szorzat így is úgy is ugyanannyit ad ezt a tulajdonságot alkalmazzuk a következő feladatban. Itt szól a feladat. Felhasználva a racionális számok szorzásának asszociatív tulajdonságát, számítsuk ki a szorzatokat. Íme az A feladatunk. Mínusz 4 szorozva, zárójelben mínusz 3,6, szorozva 25-tel. Elvégezhetnénk a feladatot úgy is, hogy először megszorozzuk a mínusz 4-et a mínusz 3,6-del, majd a kapott szorzatot 25-tel. Viszont érdemes más sorrendben elvégezni a műveleteket. Mégpedig úgy, hogy először is összeszorozzuk a mínusz 4-et és a 25-öt. Hiszen az előjelek különbözők, itt tehát mínusz előjelet kapunk, viszont ami benne jó, hogy 4 x 25 az 100. Tehát ennek a két számnak a szorzata mínusz 100. És ezt a mínusz 100-ot kell, hogy megszorozzuk a mínusz 3,6-del egy tízes egységgel már könnyen tudunk szorozni. Figyeljük most az előjeleket. Egyformák az előjelek, így akkor a szorzat biztos, hogy plusz lesz. És hogyan kell a 3,6-et megszorozni százzal? Mivel a százban két nulla található, így akkor a tizedes veszőt két helyjel mozgatjuk jobbra. A hiányzó részeket nullával bővítem, tehát a tizedes vesző most a nulla után található, csak leolvasok a végeredményt, ez lesz a 360. Ugye ezzel a módszerrel nagyon egyszerűen összeszoroztuk ezt a három számot. Ugyanezt alkalmazunk a többi feladat esetében is. Nézzük a B feladatunkat. Mínusz 2, szorozva 0,38 századdal, szorozva mínusz 0,5-tel. Hát itt is érdemes egy kicsit megcserélni a sorrendet, Konkrétan először összeszorozni a mínusz 2-t és a mínusz 0,5-et. Ha megnézzük az előjeleket, mínuszszor mínusz az plusz lesz. Úgy is mondhatnám, hogy kétszer fél az 1, de hogyha nem tudjuk fejből kiszámolni, nyugodtan le is írhatjuk. Először leírjuk őket tizedes vesző nélkül, kétszer 5 az 10. Egy tizedes helyünk van, tehát egy helyjel visszafelé mozgatjuk a tizedes veszőt így is azt kapjuk, hogy 1. Tehát a mínusz 2-nek és a mínusz 0,5-nek a szorzata plusz 1. És hogyha plusz 1-et megszorozzuk bármely számmal, tudjuk, hogy a szorzás esetében az 1 a semleges elem, ugyanazt a számot kapjuk vissza, vagyis a végeredményünk plusz 0,38 század. Úgy gondolom a harmadik feladat sem okoz problémát számunkra. 100 szorozva mínusz 4,5 tizeddel, és mindez szorozva 0,1 századdal. Vegyük észre a százat és az 1 századot. Mivel az előjelek egyformák, így a szorzat plusz lesz, és hogyha 0,1 századot szorzom százzal, a százban két nulla található, ami azt jelenti, hogy a tizedes veszőt két helyjel mozgatom jobbra, és csak le kell, hogy olvassam, hogy a végeredmény egy. Tehát, mint ahogy az előző feladatban, itt is egyel kell szorozni, mégpedig most egy negatív számot, mínusz 4,5 et és a végeredmény ugyanez a negatív szám, tehát mínusz 4,5 A folytatásban most törtekkel számolunk. A D feladat így szól. 7 negyed szorozva, zárójában mínusz 1,3 negyed, szorozva, zárójában mínusz 4 heted. Vegyük észre, hogy a feladatban található egy 7 negyed, és az ő reciprok értéke a 4 heted. Könnyen tudunk egyszerűsíteni. Hetet és hetet héttel, meg van benne egyszer, illetve egyszer, és úgy szintén a két négyest is le tudjuk egyszerűsíteni. Így akkor ennek a két törtnek a szorzata. Először figyeljük az előjelet. Egyik pozitív, másik negatív, különbözők az előjelek, tehát mínusz lesz, és miután mindent leegyszerűsítettünk, itt is csak egy egyes maradt. És ezt a mínusz egyet kell, hogy megszorozzuk a mínusz 1,3 negyeddel. Figyeljünk az előjelekre. Az előjelek egyformák, így akkor a szorzat plusz lesz, és mivel az egy a semleges elem, a végeredményünk az itt látható 1,3 negyed. Következő feladatunkban egyelőre nem tudjuk, hogy milyen sorrendben érdemes szorozni, hiszen a feladat tartalmaz vegyes törteket is. Éppen ezért alakítsuk át az itt látható vegyes törteket áltörtekké. Az 1 negyedet nem kell, őt csak lemásolom. A mínusz 2,2 ötödött, kétszer 5 az 10, plusz 2 az 12, tehát mínusz 12 ötöd, és maradt még egy vegyes tört, 3,3 negyed. 3 x 4 az 12, plusz 3 az 15, tehát 15 negyed. Nézzük, mi mindent tudunk egyszerűsíteni. Nem is muszáj, hogy sorban haladjunk. Például vegyük észre, hogy a 12-t és a 4-et tudjuk egyszerűsíteni, hiszen mindkét számozható 4-jel. 12-ben a 4 megvan 3 x 4-ben pedig egyszer. Sőt, a másik átlón 5 és 15, mindkét számozható 5-tel. 5-ben megvan egyszer, 15-ben pedig 3 Tovább nem tudok egyszerűsíteni, így először meghatározom az előjelet, mivel páratlan számú negatív előjel van, ezt csak lemásolom, tehát mínusz lesz, összaszózom a számlálókat, 3-szor 3 három az 9, összaszózom a nevezőket, hát valójában nem is kell, mert csak a 4-es van itt, tehát mínusz 9 negyed. Mivel a számláló nagyobb, mint a nevező, még átalakítom a végén vegyes törté. 9-ben a 4 megvan kétszer, tehát ez mínusz 2 egész lesz, a maradék 1, a nevezőt csak lemásolom, tehát mínusz 2 egész és 1 negyed. És nézzük feladatlapunk utolsó feladatát. 1,5 szorozva 1 2-del, szorozva mínusz 2,29-del, szorozva 03 tizeddel. A feladat tartalmaz tizedes törteket, valódi törteket és vegyes törteket. A tizedes törtként semmiféleképp nem érdemes számolni, hiszen a kilencedet nem tudjuk átalakítani, hiszen az végtelen tizedes tört lenne. Éppen ezért a tizedes törteket alakítsuk át törté. Kezdjük először is az 1,5 tizeddel. Hát már ha leolvasom, 1,5 tized, számlálót is nevezőt is el tudom osztani 5-tel, így lesz az 1,12-ed, átalakítva áltörté, hiszen a szorzás miatt szükséges, ez lesz a 3 ketted. A 0,3 tizedet nagyon egyszerűen 3 tizedként át tudom alakítani. És akkor, ha visszahelyettesítünk, az 1,5 tized helyett írom a 3 kettedet, az 1 kettedet csak lemásolom, a mínusz 2,29-et most átalakítom áltörté, kétszer 9 az 18, plusz 2 az 20, tehát mínusz 20 kilenced, és a 03 tizedet 3 tizedként írom. Nézzük az egyszerűsítéseket. Ha a 3-assal indulok, vegyük észre, hogy a 3-at és a 9-et tudom egyszerűsíteni, tehát nem kell feltétlenül, hogy mellette lévő törtel egyszerűsítsünk. 3-ban a 3 megvan egyszer, 9 van a 3 megvan háromszor az itt látható kettest, akár tudom a 20-szal is egyszerűsíteni, kettőben a kettő meg van egyszer, 20-ban pedig 10 Vegyük észre, hogy itt látható egy tízes, illetve lent is van egy tízes, érdemes őket rögtön leegyszerűsíteni, mindkét esetben a hányados egy. És maradt még két hármas, egyik fönt, másik lent, tehát tudjuk őket egyszerűsíteni, úgy szintén a hányadosok egyesek és miután mindent leegyszerűsítettünk, nézzük először is az előjelet. Egyetlen egy mínusz található itt, tehát a szorzat mínusz lesz, a számlálók csupa egyesek, tehát akkor a számláló egy lesz, és a nevezőkből az egyesek mellett találunk egy kettest is, tehát a végeredményünk mínusz egy ketted. És ezzel feladatlapunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!